Még csak november eleje, ennek ellenére vannak, akik már elkezdték a karácsonyi bevásárlást. Erre minden lehetősége meg is van az embereknek, hiszen a boltok polcain már októberben megjelentek az ünnepi termékek. Akadnak azonban olyanok is, akik nem igazán értenek egyet a jelenséggel. Túl korán kezdődik, abban biztos vagyok, mert október elején is volt már. Úgyhogy hát ennyi a véleményem róla, hogy túl korán kezdődik, és közben egyenül mindennek az ára. Más pedig azt mondja, hogy a jelentős áremelkedések miatt az embernek jól meg kell gondolnia, hogy mire költi a pénzét. Éppen most néztük az unokámmal, kicsit korai. Nincs az embereknek annyi pénzük, hogy előre, két hónappal előtte vegyenek karácsonyit, mert el vagyunk foglalva minden nap a gondjaival. Most meg főleg. Lehet, hogy azért, mert a többi termék nem fogy annyira. Nagyon drága minden. Éppen most néztem, a tojás majdnem 1200 forint. Még utoljára 850-ért vettem. Hát most már nagyon meg kell gondolni, hogy mikor mit veszünk. A kereskedelemre viszont rendkívül jó hatással van ez az időszak. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a 2022-es esztendőben egyébként is jóval nagyobb forgalma volt az üzleteknek, mint az előző években. Tekintettel arra, hogy plusz pénzek kerültek kiosztásra a lakosság körében, ez most fog lecsapódni forgalom területén a vállalkozóknál. Én arra számítok, hogy egy nagyon élénk, forgalmas és jövedelmező két hónap előtt áll a vállalkozói társadalom. Fischer Sándor elmondta, általánosságban a kereskedelemben a november-december havi forgalom az üzleteknek csak nem az éves nyereségét megtermeli, az előtte lévő 10 hónapban pedig a működésüket biztosítják a vállalkozók.